Az eddig augusztusban megrendezett reneszánsz napok utódjaként életre hívott Palota Fesztivál a szervezők szándéka szerint kiszélesítette a történelmi palettát, hiszen a programokon jól megfért egymással a nomád honfoglaláskori hagyományőrzés, a reneszánsz vagy a barokk pompával. A művelődési háztól a várig vonuló seregletben nem csak a hazai és külföldi hagyományőrző csoportok tagjai, hanem a város vezetése is korbű ruhákat öltött. Páncélos lovag, középkori török janicsár, reneszánsz úrhölgy, a keresztes hadjárat vitézei, reformkori díszmagyarok. Csak néhány példa az elmúlt ezer esztendő történelmi jellegzetességeiből, és mindez kézzelfogható közelségbe is került a látványos felvonuláson. Kétnapos rendezvényen több kulturális program is helyet kapott. A szombati nap zenei különlegessége a Szlovákiából érkezett Muzika Antiqua Slováka régi zene együttes hangszerbemutatóval egybekötött koncertje volt. A 2005-ben Nyitrán alakult háromtagú művészeti csoport a Vár Palota részében szólaltatta meg különleges hangzású darabjait, zenei kalandozást ígérve a 12. századtól egészen a 17. századig. Thank you.
Yeah.